Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják, és úgy látszik, ez már egy kosárlabda hét, ismét kosárlabdázásról, női kosárlabdázásról beszélünk. Megnyerte a második mérkőzést a PVSK Mizó, Soproni Gyes ellen a bajnoki döntőben. Ebből az örömteli alkalomból köszöntöm Rózsa Gábort, technikai igazgatót. Gábor, előtt tovább megyünk, én egy nagyon szellemes nyilatkozatot olvastam, meg is mondom kitől, Göbl Gábortól, a Soproni Postás egyik szakvezetőt. Azt mondta, hogy aki ezt a mérkőzést nyeri, itt Pécset, azért lesz a bajnoki cím. Hát szoktam mondani. Ez egy hipotézis természetesen. Rádgéber Laci, és most őt idézem ezzel, és akkor ez is az lesz, hogy a szájából Isten fülébe, hát bárcsak így lenne. Én egy kicsit a harmadik meccset tartom ennek. Tehát aki a következőt nyeri, én szerintem az lesz a bajnok. Kezdjük a jobbal, ha mi, akkor értem szerint, én nem tartom valószínűleg, hogy itthon 75 ezer ember előtt kikapjunk. Ha kikapunk, akkor meg kötelező győzelem, ott már majd elmenni egy 5. meccs a Sopronban nagyon nehéz lesz. Kicsit térjünk vissza a mérkőzésre. Egy picit tartottunk ettől a meccstől, aztán én megmondom neked őszintén, ahogy picit haladt. Nagyon. Nagyon, igen, haladt előre az idő, én tökéletesen megnyugodtam, és egy nagyon kellemes estét szereztek a hölgyek. Hogyan láttad, mennyibe volt döntő Balogh Bubu kiválása, illetve hát azért ő van olyan rutinos játékos, nem is tudom mi van vele, biztos játszani fog, gondolom biztos, én. Biztos. De hát ha játszik, ha nem, szóval itt azért ilyen nagy arányú győzelem. Hát a Balogh Judit, ha lehet egy kicsit nagyképű Balogh Judit játéka, vagy ez a játék, amit nyújtott, annyira volt döntő, amennyire a mi játékosaink engedték. Nagyon jó védekeztek rajta, nem is nagyon tetszett neki. Én is nagyon emlékszem, amikor dobott 4 pontot, de domináns nagyon az ő szerepe a soproni csapatba. Én azért azt mondom, hogy azért csak bajnoki döntő, lehet, hogy a sztárjátékos épp rossz napot, meg kifoghat rossz napot, épp lehet, hogy nem is lesz a pályán, vagy nincs a pályán azon a meccsen. Ez egy kicsit én meglepődtem, hogy a csapat többi tagjai annyira jól játszottak Sopronba, itt, és ezzel nem akarom őket bántani, tartás nélkül a csapatnak a képét mutatták számomra. Így igaz, viszont azért a mi hölgyeink előtt ne vegyük el a dicséretet. Nem, kiemelkedő teljesítmény. Virutítje például, azért mindig van egy lány nálunk, aki kiemelkedik. Ez így igaz. Most Virutítje volt, én úgy. Érdekes, mert nagyon sok szurkoló találkozom természetesen, és nagyon sokan mondják, akik annak idején a soproni vereség, a Postás elleni vereség után kicsit olyan ködösen látták a jövőt, hogy úristen, itt bajnoki döntőkről beszélgettünk óvatosan, és mindenki azt érezte, hogy ez egy elnézést, egy lehengerlő győzelem volt. A bajnoki döntőben 20 akárhány ponttal nyerni, hogy 27, ez nem lesz. Ennek tűrében akkor most mi lesz Sopronban? 1-1 az állás, tehát nincs itt ugyanúgy, ahogy 7 ponttal kikaptunk, és az egy győzelem volt, én ezt meccs előtt beszéltük is kedden. Ugyanígy egy nagyon kiélezett csatát várok, telt ház lesz biztos, minden áron győzniük kell, mert tudják, hogy mi tudunk Sopronban nyerni, mi is tudjuk magunkról, és ez önbizalmat ad. Mindent egy lapra feltéve fognak szerintem küzdeni. Hát mi mindent megteszünk azért, hogy mi nyerjünk. És akkor most itt álljunk meg egy pillanatra, jó? A soproni mérkőzésnél. Kedves nézők, a mérkőzés után nem igazán sportszerű jelenetek történtek. Az én személyes véleményem az, Gábor, hogy aki ilyeneket tesz szurkolóként, az a csapatnak kárára van. Na most, ugye mindannyian tudjuk, legalábbis a sajtó tele van ezzel sajnos, hogy ugye a buszt megvárták, a soproni buszt, kővel dobálták a pécsi szurkolók. Egyáltalán én komolyan mondom, épésszel fel sem tudom fogni, hogy egy ilyen biztosan nyert meccs után, egy ilyen sportszerű mérkőzés után, két ilyen kipróbált csapatnál egy igazi bajnoki döntőben hogyan lehet így viselkedni. Ez teljes mértékben. És ugye most a soproni mérkőzés következik. Így van, ez egy nem, szóval tényleg azt mondom, és az a legőszintébb, hogy nem találok szavakat, tehát nem csak én, mint vezetője ennek a csapatnak, valamilyen szintű vezetője, de egyöntetően szurkolók, a csapat vezetőedző, most független attól, hogy milyen sorrendben mondom, mindenki felháborodással tölt el, és úgy, ahogy nem tudod, sajnos ugye az a cél, hogy bajnoki döntő, hogy aranyérem, hogy Pécs városa, stb. És ez csak negatív élményt szül. Mélységesen föl vagyunk háborodva. Most azt mondom, hogy több tíz, vagy talán merem azt, hogy több száz ember éves munkáját teszi tönkre ez a két magáról, vagy három, vagy nem tudom, magáról megfeledkezett suhanc, mert szurkolókat nem nagyon mernék mondani rájuk.
Igen, az kicsit erős. Erős, és mindazután, és ez számomra akkor is elítélendő, ha kikapunk, ha nyerünk főleg, de hogy ezek után erre mi szükség van, egyszer nem találok szavakat. Tudok olyanról, hogy a Soproni első mérkőzésen toaletben történt atrocitás, ilyen ütésváltás, vérző fejek, stb. Tehát ez onnan indult, most hülyeség, elnézést, hogy így mondom, ezzel példálózni, hogy úgy kezdődik, hogy a másik visszaüt. De ennek semmi értelme, és mondom, ez a mélységesen felháborító, hogy több hónapos, éves munka, és pont egy jó kapcsolat kezdett kialakulni, függetlenül attól, hogy most megvertük őket vezetőkkel. Mélységesen fel vagyunk háborúban. Én úgy tudom, hogy megvan a rendszám, szerencsére felírták, igen. Gondolom rendőrségi ügy is. Igen, hát végül is itt nem volt rendőrségi feljelentés egyéb okokra hivatkozva, lesz rendőri feljelentés, nem tudom, hogy mi lesz a vége, de azt biztosan mondhatom, hogy halmazati büntetésként ez a 2, 3, 4, nem tudom hányan voltak, a többi nem fog PVSK mérkőzésen sportcsarnokban részt venni, az biztos. Ennek tükrében mi az, amit tudnunk kell? Tehát a csapat utazik, turkolók utaznak, gondolom, csapat hogy utazik, a légkör azért az megint nagyon-nagyon kemény. Nyomott a lányokon, tehát ez nem csak egy soproniak ellen irányuló atrocitás volt, hanem a mi lányaink is tudják, érzik, jönnek a telefonok, van nagyon jó soproni baráti kör és a PVSK női kosár csapat mellett működő baráti közötti különbség. Tehát tudunk dolgokról, hát itt már szó van vendettáról, épp a mai Kisalföld orvos címlapon számol be a Kisalföld erről, hogy elindult a kosárlabda háború, Honduras, Salvador háborúra emlékeztetnek, messze menőjük szerint kell elkerülni ezt, kérjük, hogy mindenki csak szervezett módon jöjjön. Én személy szerint megígérem, hogy akinek tudok, mindenkinek fogok segíteni, de kérjük, hogy nagyon nagy körültekintéssel és tiszta fejjel jöjjenek meccsre, mert itt lehet győzelem, vereség, biztos, hogy valamilyen szinten, mint a szálló, a forgószél itt viszi a hírt, hogy mi volt, biztos, hogy nem örömmel fognak minket várni. Kívánok nagyon sok sikert, kedden szeretettel várunk. Kedves nézők, a PVSK Midland holnap játssza a harmadik mérkőzés Csopronban. Önök nem maradnak kosárlabda nélkül, hiszen holnap este 19:35-kor megtekintheti mérkőzést, már a szerdait, és aztán vasárnap pedig a szombati mérkőzés összefoglalóját láthatják. Én a Sportinfóval búcsúzom, a viszontlátásra.